Ezt sajnos nem tudjuk bemutatni, de én abban reménykedem, hogy ennek a műsornak a végrére nagyon sok emberben föltámad az érdeklődés, és akkor mind az interneten, mind pedig ilyen nyomtatott formában. Tehát úgy kell lássuk a szétrajzás utáni földi történelmet, hogy először ezt a régészek sem tagadják, itt most hivatkoznék például a Barát Tibor kutatásaira, Irakban, Dél-Törökországban kialakul egy terület, amit ős Árpád bár tudni kell, hogy Uruk, Napata, Suruppak, ezek ősi városok, amelyek sokkal régebbiek az ataiszi elsüllyedésnél, tehát ott már sokkal korábban beavató, inkább úgy mondom, hogy valamilyen szakrális központok voltak nagyon sok idő óta, de ha a magyar történelmet akarjuk, vagy az egyetemes történelmet akarjuk nézni, akkor Aninaum, Árpád birodalma fölül Észak-Irakba az első, utána megyünk Irakba, Dél-Irakba, tehát az uruki Sumér területre, ebből jön majd létre az egyiptomi terület, amit Ménes birodalmának hívunk. Az egyiptológusok Ménésznek nevezi, az ő fia volt Nármer, és ugye a Nármer tábla is egy nagyon fontos szakrális üzenetet hordoz, mint első régészeti lelet egyike. Tehát az uruki központból megyünk Egyiptomba, de ezzel párhuzamosan Ázsiában létrejön az ordoszi központ, ami majd egyébként Attiláéknak is a kiinduló pontja lesz 430-ban, Krisztus után. Ebből alakul majd ki a Parsion, vagyis az indiai hunok, a Jüecsik vagy Jürcsik központja. Ebből egy ilyen összetalálkozás lesz majd a Pártus birodalom, közben párhuzamosan fönt a Szkíta birodalom is működik. Tehát igazából itt egységbe kell látnunk, nem szabad szétszedni Pártusra, Szkítára, ázsiai hunra, hanem ez egy egységes dolog. Bár vannak markáns különbözőségek is. Tudásban, de rasszilag egységese, mert hát, nem az. Hát ugye tessék figyelni, ugye a kínaiak minket úgy hívnak, hogy Xiongeli, vagy Xiongeli. Az Ázsiában maradt hunokat meg úgy hívják, hogy Xiongnu. De a Xiong kifejezés az csak erre a két népre használják. Tehát azok a fekete meg a fehér hunok, akik egy részük ott maradt a nagy folyó kanyarulatba, a másik meg eljött nyugat felé. De ők azt mondják, hogy ti a nyugatira ment ág vagytok, és nem másnak neveznek sőt, minket. Az egész világ hunnoknak nevez minket, kivéve nem nevezhetjük magunkat hunnoknak, nem érdekes. Tehát Kínában a mai napig él egy hát, több milliós népcsoport, amelyik úgy tartja, hogy az ő rokonai napkelet felé, napnyugat felé elmentek, ott vannak, és egészen olyan leírásokat adnak, amiben fölismerhető a palóc. De én levelezek velük. Tehát levelezek velük. És ez nem egy fikció. Persze, tudom, hogy levelezek fikció, velük, az interneten levelezek történelemben velük. Történelemben ezt nem ittem. Picit, ha vallásilag és tudományos szempontban akarjuk még az előzőeket megvilágítani, a 15 ezer éves kultúránkat akkor egy Anya Hita nevű asszony alapította meg óriási nagy tudással az Atais sziget központjával. Aztán Anya Hitának 12 gyermeke született, akik szintén vallásokat és tudományokat alapítottak, például Mitrás, akinek a hagyományai a mai napig megvannak, és mit akarok alapvetően mondani? Anya Hitának a vallása, hogy a szétágazott az egész földre, ezt nekünk már lényegében sikerült kimutatni, hogy az egész földön, nem tévedés, az egész földön jelen vannak Anya Hitának a tudása, Anya Hita a tudásának, fiainak a tudása, és ahogy telt a 15 ezer év, ez az egyetlen tudás volt, bizonyos értelmében az egyetlen tudás, amit jól lehet látni, hogy szétágazott a különböző földrészekre, különböző népeknél, és ez aztán egy gyökre visszavezethető. Nagyon fontos, Pál Zoltán leírja, megnézzük, hogy maga Anya Hitáig 13 ezer évvel ezelőtt, Krisztus előtt 13 ezerben milyen szertartásokat gyakoroltak. Amikor én ezt 10 évvel ezelőtt hallottam, ez egy hihetetlen dolog volt. Hát tulajdonképpen a kereszténységnek az összes szertartás jelleme Krisztus előtt 13 ezerben már ott van. Ez azért elgondolkoztató, ugye? És most ugrok egy picit Jézus idejéhez. Hát Jézust is már megkeresztelték, ugye? És akkor honnan ered a kereszténység, ha már Jézust megkeresztelték? Rengeteg sok elgondolkoztató dolog van, rengeteg. Körülbelül a hírekig 2,5 percünk van, hogy a fekete és fehér hunoknál tartottunk. Fekete és fehér hunok megjelennek Ataiszon már elsősorban, tehát Gog és Magog törzseiként. Aztán utána a szétrajzás következtében ezek a törzsek szétmennek. Tehát időben hol vagyunk most? Krisztus előtt 5038-ban a szigetet el kell hagyni.
Igen. Az előbbi földi nagy ómok, tehát úgymond új területekből kihagytam a közép-amerikai térséget. Tehát ott az as törzsek, illetve a maja törzsek veszik birtokba az andok térségét, ők építik ki a barlangrendszert, amely ma még úgy, ahogy titokban van, de ismert. Tehát az asokból lesznek az astékok, de ők nem Ataisz népek, hanem Ataisz melletti szigetről származnak, ami Amu és Marja szigetek voltak. Tehát egy testvér szigetről, vagy hogy mondjam, egy gyarmat szigetről származnak az as és a maja törzsek, és ők lesznek a közép-amerikai őslakosok. Tehát anyahitára egy gondolat. Anyahita kegyhelyet ma is találunk, ha elmegyünk Kangavárban, Teherántól nem messze. Még mai napig úgy vannak a turista térképeken is feltüntetve, hogy Ardevisur anyahita temploma. Na most Ardevisur, ez így írják le az irániak, ez a Zoroastrianus honlapon találtam néhány héttel ezelőtt a bizonyítékot. Tehát úgy írják, hogy Ardevisur, és mi az Arvisuránk neve? Arvisura. Ő azt mondja, hogy Ardevisur. Ez azt jelenti, hogy igazmondó anyahita. Tehát Iránban, Kangavárban a mai nap is ott van a kegyhely, ami az ősanyánk, és úgy mondhatom, hogy a Föld egységes tudásának, az ősét tisztelő Istenanyának a tudása megjelenik. Tehát amikor ős kereszténységről beszélünk, akkor igazából nem szabad kisajátítanunk semmelyik vallás vagy egyházi közösségnek, hanem van egy egyetemes, kozmikus tudás, ami az emberiség birtokában van. És ezt írja le az Arvisurák, erre vetít fényt, hogy egy Isten van. Azon gondolkozom, hogy belekezdjünk egy témába, de nem nagyon tudunk nézve az időt. Tehát akkor azt javaslom, hogy akkor induljunk tovább a hírek után ezen a nyomon, meg időben akkor innen, jó?